Most péntek van, és úgy döntöttem, hogy elkezdek ma vlogolni. Valahogy lett a vlogoláshoz most kedvem, most így manapság van hozzá kedvem, pedig valamikor így komplett elmegy tőle hónapokig. Ugyanis szabadnapos vagyok, és van egy-két dolog, amit meg akarok mutatni. Képzeljétek, hogy tegnap milyen óriási nagy örömhír ért a munkahelyen. A párom elküldte, küldött egy képet, hogy átvett egy csomagot méghozzá Évitől, akinek ezt nem kellett volna elküldeni, és én nem azért küldtem neki ajándékot, mert hogy küldjön vissza nekem valamit. Tehát, hogy ez azért volt, mert én megkerestem Évit, amikor mondta, hogy végzett az iskolával, meg tényleg akkor nagyon sajnáltam, mert tiszta idegbeteg volt, és mondtam, hogy na jó, akkor ez a nő, ez tényleg most megérdemel tőlem valami különlegességet, ami kézzel készített, meg tényleg beleadtam mindent, tehát, hogy mondtam így is neki, hogy nem lett a legtökéletesebb, de próbáltam apait, anyait beleadni, és az egész ajándék összehozásába is, tehát, hogy jó dolgokat beletalálni. És ez nem azért volt, hogy nekem Évi most visszaküldjön bármit is, de itt egy csomag, és ezt ki fogom most én is bontani, nem mint hogyha megkért volna rá, tehát hogy teljesen mindegy, de most valahogy engem nagyon ilyen, nagyon érzelmesen érintenek manapság a csomagok, ugyanis holnap van a születésnapom, azaz szombaton van a szülinapom, és nem tudom, lehet, hogy csak én vagyok így vele, én nagyon általában negatívan állok a szülinapomhoz, amikor elérkezik. Óriási nagy elvárásaim vannak általában mindig, amik nem is igazán elvárások, vagy nincsenek igazából elvárásaim, csak mindig arra számítok, hogy jobb lesz. Nem tudom, hogy miért, vagy csak én vagyok-e vele. Így fogalmam sincs, tehát, hogy ez biztos, hogy fingom nincs, hogy ez most honnan jöhet nekem. És a végén, tehát, hogy egy-két nappal a születésnapom előtt így rám jön a letargia, és egyszerűen mindig úgy vagyok, hogy nem akarom, hogy születésnapom legyen, és nem azért, mert éppen egy évvel idősebb leszek, meg kit érdekel, hanem hogy nyilván most az is hozzájátszik ez az egész szituáció, hogy ez már a második elbaszott szülinapom, és ez már a második lockdown szülinapom, ami nyilván nem tesz annyira boldoggá, de Istenem, most ez van. Meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy ez a FaceTime-os kapcsolattartás, szülinapozás családdal, ez kimerít, én ezt utálom, tehát, hogy Istenem, utálom, és akkor ugye mindig azzal nyugtat majd a párom, meg alapjáraton is, meg anyukám is, hogy jól, majd találkozunk, és akkor majd jól megünnepeljük, de hogy az nem azon a napon van. Az nem a szülinapom, és én egy ilyen, értitek, egy júliusi napon nem tudok arra úgy tekinteni, hogy most meg ünnepeljük a születésnapodat, tehát, hogy értitek, mire gondolok. Mindegy, én már legalább 2 hónapja megkaptam az ajándékaimat, mármint az egyiket, napszemüveget a páromtól, ez volt a születésnapi ajándékom, ugyanis akkor mondta neki, hogy jó lenne megrendelni 2 hónapja, mert nehogy aztán elfogjon a szülinapomra, úgyhogy azt megkaptam, bár ő nem szereti ezt az előre megvesszük történetet, meg én sem annyira, mert ugye akkor az már nem úgy meglepetés, meg addigra már elfelejtem, hogy ez a szülinapomra van, de nem felejtettem el, azóta is imádom, és nagyon hálás vagyok. Aztán amit magamnak vettem, ugye az a Dolce & Gabbana pénztárca, ezt egy hónapja vettem magamnak szülinapomra, és kaptam tegnap előtt még egy csomagot, amin nagyon hülye hangzik, de a testvérem küldte Svájcból, és kaptam egyet karácsonykor is tőle, és mindkét alkalommal, ahogy megláttam a csomagot, már elég volt ránéznem, és elbőgtem magam, tehát, hogy ilyen síró görcsbe törtem ki, azt se tudtam, hogy mi van benne, de nagyon-nagyon szomorú lettem, és nem azért mondom, hogy esetleg, hogyha hallja, hogy szomorú lettem, hogy valamit küldött, hanem, hogy nem tudunk találkozni, értitek? Tehát, hogy én biztos vagyok benne, hogy nekem ez így, tehát, hogy valahol bennem van ez a nyomás, mint mindenki más van így a világon, akinek ilyen problémái vannak, tehát, hogy nem vagyok ezzel egyedül, én tudom, de valahogy mindig akkor tör felszínre, amikor valamiféle ilyen örömteli dolog jön, tehát például a csomag, vagy mit tudom én. És a tesóm küldött nekem csomagot, és ismét csokit küldött, amit eléggé jól elpusztítottunk, ismét léderák csokit küldött, amit nagyon-nagyon szeretek, és a kedvencem belőle, hát egy darabka van belőle, ez a rózsaszín gyümölcsjoghurtos csoki, meg még van itt ilyen karamellizált mandulával befedett tejcsoki, ez is nagyon-nagyon finom, és itt azt írja, hogy friss zsoki, az van ráírva. Imádom a
a svájci nyelvet, nem tudok svájciul, de a tesóm szokott így hülyéskedni, meg beszélni svájciul, és nagyon-nagyon viccesnek találom. Aztán, amit még meg akartam mutatni, ő csinálta a képeslapot, már karácsonykor is. Tehát, mint mondtam, ő csinálta a képeslapot nyomdával, ugyanis a tesóm és a tesóm felesége, ők pontosabban a tesóm feleségének a hobbija az, hogy nyomdázik, és akkor így tud belőle mindenféle ilyen szép képeslapot, meg költeményt így csinálni, és ez pedig a tesóm nyomdázta nekem. Nézzétek meg, hogy milyen szép. Ezeket gyűjtöm, mert karácsonykor is nyomdázott egyet, és ezek ott vannak a sminkasztalomon, és hát nagyon remélem, hogy nyáron azért el tudunk menni majd hozzájuk. Most azt figyelem, hogy vajon a képernyőm retkes, vagy a fehér falu. Remélhetőleg a képernyő. Aztán ami a háttérben van, itt jó nagy csokor fehér tulipán, pontosabban kettő, azt a főnökömégtől kaptam tegnap, holott nem szerettünk annyira így előre ünnepelni, de úgy gondolt, hogy meglep egy virággal, meg kaptam egy zahertortát, amit el is osztottunk a rendelőben. Úgyhogy majd valószínűleg jövő héten lesz egy ilyen munka után ilyen meetingünk, és nem csak meeting lesz, hanem egy ilyen Erste Hilfe kursz, tehát egy ilyen elsősegélynyújtó történet is lesz, ami hát nyilván aki jogosítványt csinál, meg annó én is megcsináltam ezt az elsősegély kurzust, tanfolyamot, de ez most ki lesz élezve ilyen rendelői helyzetekre igazából, mert sokszor van az az érzésem, hogyha valaki kollapszálott nálunk, tudjátok, hogy annyira stressz van, hogy így hirtelen nem tudod, hogy mit csinálj, vagy hát tudom, hogy mit csináljak igazából, csak hogy nyilván én is ezt szeretem gyakorolni, hogy megvannak a különböző ilyen elájulási formák, meg a jelek az arcon, meg mindenhol, meg ki hogy viselkedik, és akkor onnan azért sok mindenre rá lehet jönni. Az meg a másik vele, hogy sokszor történik az, hogy valaki mondjuk a röntgenben lesz rosszul, és akkor ott is figyelni kell nyilván, hogy úgy kell röntgenezni a páciens, hogy biztosak legyünk benne, hogy nem fog ott eldőlni tényleg, mert azért nem szeretnénk mit, hogy beüss a fejét, vagy valami. Mindegy, úgyhogy lesz jövő héten egy ilyen első segélykurzusunk, meg meetingünk, és akkor valószínűleg ott fogunk rám kocintani. Na de nézzük is a csomagot, amit Évi küldött, és a párom azt mondja nekem, hogy ő nem ez a fajta, aki nagyon elolvad ilyen csomagokkor, de ugye ahogy ő hozta, és így mutatta nekem, azt mondja nekem, hogy nézd meg, hogy ott van egy macska rajta, meg ott egy másik. Tehát, hogy így mondom, basszus, tényleg, mondom, ez nagyon cuki, de hogy ő így egyből kiszúrta ezeket a macskákat. Hát igen, mi nagyon-nagyon szeretjük ugye az állatokat, és közben aztán írtam tegnap Évinek, hogy jaj, hát nem kellett volna, és nagyon örülök neki, és mi tudom én. Mondtam neki, mondom, nagyon jók a macskás matricák a dobozon, és mondta, hogy valószínűleg, hogy macska szőrt is sikerült neki küldeni, mert hogy ragasztozott mászkált a doboz körül, amikor ő azt úgy összeállította. De azt hiszem, hogy a csörgős részt azt így kivágom, és mindjárt visszaérkezem hozzátok. Jó, van az Évi, te is látom, hogy bebiztosítottad itt a dolgokat, tehát hogy azért ez ilyen advanced ajándék csomagolás, mert Évi, mint mondtam, jó körbe tekerte ragasztóval, mint én. Jaj, de szép, hát ezt nagyon eltaláltad a virágokkal. Tudjátok, amikor a családtól kaptok ilyen borítékot, mi a pénz van benne? Pénz? Mennyit kaptál vele? Jaj, gyönyörű. És a belseje is, ahogy kinyitod a borítékot, az így tele van. Milyen gyönyörűség, tehát, hogy Úristen, hát ez isteni. Na, ezen lesz mit bámulnom. Ugye Évi is elmondta a videójában, hogy én vagyok az, aki bámul 6 percen keresztül egy ilyen 1 négyzetcentiméteres részletet. Igen, ez így szokott lenni, de erre nem sajnálom az időmet, sokkal inkább az ostoba emberekre, úgyhogy én inkább bámulom a részleteket. Jaj, egyedek meg Évi, hát azt mondja nekem, hogy marad az egyik leglelkesebb nézőm, hát azért az Évi azért több, mint egy néző, meg kell, hogy mondjam őszintén, Évi a lelki társa minden jó messziről is, innen 800 kilométerről, én úgy gondolom, tehát, hogy mi valószínűleg így tök jól egymásra találtunk, még azon kívül is, hogy mi soha nem találkoztunk, de itt írta, hogy majd egyszer megiszünk egy kávét, és tudjátok, hogy mi a véleményem ezekről a kávézási lehetőségekről. Évivel bármikor, úgyhogy én is alig várom, és tök jó lenne, hogyha egyszer eljöhetnének hozzánk.
mármint, hogy így Martinnal együtt, vagy hogyha így szeretnének egyszer utazni, és akkor megismerkedhetnénk, mint két család így együtt, ez így nagyon-nagyon jó lenne. És köszönöm szépen, nem fogom az egészet felolvasni, mert Évi se olvasta fel az én levelemet, és így jól is van úgy igazából, az így tökéletes. És kaptam, gyerekek, egy csomó ilyen izét, ilyen kis nézzétek. Ezeket el szoktam tenni, és hogyha anyukámnak küldök valami csomagot, akkor ott felhasználom. Mi lehet benne? És Évi írt hozzá ilyen, hogy mi van benne, mármint, hogy ilyen kis idézeteket, meg jegyzeteket a, nem tudom, ez micsoda, csoki lehet? Mi ez? Ja nem. Nem, rá van írva, hogy alglas. Valószínű, hogy nem csoki. Júj. Hát ez nagyon jól hangzik. Kitől mástól lenne ekkora megtiszteltetés alglas dolgokat kapni, ha nem az Évitől, aki az Outlast-nak a királynője, és csak hogy megjöjjön a kedved az Outlast rúzsaihoz is. Üzenem a pénztárcádnak, hogy bocsika. Mondott ezt egy ilyen Chanel királynőnek, aki egy 3500 eurós táskára gyűjt. És van rajta egy ilyen, mi ez? Cserebogár? Vagy mi a tök ez rajta? Ez egy ilyen bogár. Én ilyet én még nem láttam. Én nem is gondoltam volna, hogy ez ilyen. Kipróbálom a kezemen. Piros. Gyönyörű. Évi. Nézzétek. Ez egy ilyen igazi klasszikus piros, és szerintem szuper jól fog állni. És nagyon krémes, ahogy így, azt hittem, hogy így keményebb ez a rúzs, de nagyon szuper. Franc, egye meg! Most már meg kell néznem tényleg a többi árnyalatot is, hogy milyen. Hát köszönöm szépen! Júj! Jaj, de Évi, ennyi mindent nem kellett volna, annyi mindent kaptam. Igaz, hogy nem Nespresso, hanem Amcsi Pasi, de legalább kávé és Louishoz is van valami köze. Baszki, Évi, nem kellett volna. Úristen, milyen gyönyörű. Oh, ezt nézzétek. Évi, nem kellett volna tényleg. Ez, te olyan bőkezű vagy, Istenem. Megvan a leggyönyörűbb palettám. Azt kell, hogy mondjam őszintén, azt a rohadt életbe. És még ki se nyitottam. 200-as árnyalat, Tentastic Glow. Figyeljetek, és itt megnyomod. Baszki, gondolom. Ezt nézzétek, most már belenyúltam, mert most nem úgy van ez, nem egy olyan videó, hogy nektek mutatom meg először, mert én is ki szeretném élvezni az ajándékaimat. Nézzétek, hogy milyen gyönyörű. Hát, hogy ez... Úristen, Évi! Úristen, köszönöm szépen, de nem kellett volna. Hát alig várom, hogy kipróbáljam, majd valamiféle videó keretein belül kipróbálom. Ez valami gyönyörű, és szerintem ez szemhéjpúdernek is tökéletes, és én úgy látom ezt a bronzosító árnyalatot, hogy nem az a nagyon narancságás, és nagyon jól eltaláltad, Évi. Ez a pirosító, ez egy tökéletes nyári pirosító lehet. Ez biztos nem megy be a sminkes fiókomba, ez biztos, hogy kint lesz, ugyanis én is csináltam magamnak, talán már nem mutattam egy videóban, csináltam magamnak én is egy ilyen trait, amit Évinek, csak fehér arannyal, és ez rajta lesz, gyerekek. Hát ez valami tökéletes, úristen, és a dobozát sem fogom soha kidobni. Ez annyi minden, Évi, és még nem végeztem, és azt kell, hogy mondjam, hogy így, igen, Évi is eltalálja, és Évi is tud jó ajándékot adni, mert nekem nehéz ajándékot adni, és tudom például, hogy Gabi barátnőm, Gabi ő mindig eltalálja, tehát, hogy benne megbízok, és hogy most Évi is eltalálta, tehát, hogy ez így hihetetlen. Még a végén visszaszívom ezt a kijelentésemet, hogy inkább nekem ne adjatok ajándékot, majd én kiválasztom. Nem, adjatok ajándékot, igen, igen. Ne! Süti, kiszúró plusz cápa egyenlő Zita. Egy cápás süti, kiszúró. Hát ezt nem hiszem el, hát ezt honnan szerváltad? Nézzétek! Úristen!
Köszönöm szépen! Igen, mindenképpen köszönjük szépen az ajándékot. Szia, Évi! És mondtam, hogy a párom az most nincs éppen jelenleg itthon, ami egy nagyon jó dolog szerintem, mert ha ő ezt kiszúrná, ezt a süti kiszúrót, akkor biztos, hogy adna ötletet, hogy ma szeretne valamiféle cápás süteményt akkor este, és ki van zárva, hogy én sütögessek ma, de nagyon köszönöm. Nem hiszem el, és még mindig nincs vége, gyerekek. Bízom benne, hogy még nem kaptad meg senkitől ezt a könyvet, és szórakoztatónak találod majd. Nem kaptam meg senkitől. Ezt hiszitek. Kókó és ő, ahogy a világot látta. Tehát, hogy erről a könyvről beszéltem, csak nekem a Lagerfeld verziója van meg itt éppen. És erről van egy történetem, gyerekek. Évi, baszki, ez hihetetlen. Tehát, hogy imádom ezeket a fajta könyveket, mert ezek azok az olvasmányosabb könyvek, amiket nem tudok annyira elaludni, és bárhol felcsapom őket, akkor nem kell visszamennem a történethez, hogy hol tartottam, mert alapjáraton ilyen okosságok, idézetek vannak benne különböző személyektől, és ez a Chanel, ez Gabriel kiadása ez a könyv. És meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy nem kaptam meg senkitől ezt a könyvet, viszont biztos vagyok benne, hogy a barátnőm nézi ezt a videót, aki küldött nekem konkrétan szerintem több mint egy hónapja egy csomagot Angliából, gyerekek, Priority-vel küldte, tehát, hogy elsőbségivel küldte, és biztos vagyok benne, hogy ez a könyv benne volt. És ő elküldte nekem ezt a csomagot, és nem érkezett meg azóta sem, és valószínűleg, hogy elveszett, ugyanis ezt a csomagot, amit feladott nekem a születésnapomra, és ő úgy gondolta, hogy az ide érkezik, ezt valahol elkeverték, és ő követte nyomon, és egyik nap Svédországba járt, a másik nap Dél-Afrikában, aztán nem tudom, elment Puerto Ricóba, aztán Tennessee-be, tehát hogy most is azt hiszem jelenleg Tennessee-be jár ez a csomag, amiből már valószínűleg, hogy mindent kiloptak. És ő szerencsétlenem teljes szívéből összeállította nekem ezt a csomagot, és kaptam róla képet, mert mondta, hogy ha esetleg megkapnám, hogy tudjam, hogy mi van benne, és ez a könyv benne volt. Úgyhogy nem tudom, hogy ezek így a véletlenek-e, vagy nem tudom, de köszönöm, Évi, tehát, hogy most akkor tényleg megvan ez a könyv, és nagyon remélem, hogy mondjuk meg lesz duplán is, tehát, hogy én még reménykedem benne. Köszönöm szépen, Évi, és nagyon jó ízlésed van, és bár mondjuk szerintem nekem azért könnyű ajándékot venni, hogyha megnézitek a hátteret, meg hogy mit szeretek, és igen, egyszerűen hihetetlen, nagyon-nagyon-nagyon köszönöm. Én most fel is rakom ide a helyére, ez az új helye, és ma délután, ebéd után majd bebújok az ágyba egy kávéval, és ezt fogom olvasgatni. Azt mondja, remélem jó társad lesz napozáshoz. Hát mindenképpen csak bújjon elő valahonnan. És köszönöm szépen, nem vettem meg, láttam, hogy van, és gondolkodtam rajta, hogy megvegyem, ne vegyem, és nem vettem meg, és ezek a véletlenek, mert általában nem szoktam rajta gondolkodni, de Évi elküldte nekem a német Vogue-ot, és köszönöm szépen az áprilisi kiadását, és valahogy még a cím is passzol hozzá, értitek? Mint hogy ezt Évi szerkesztette volna a számomra, kicsit olyan érzésem van, és alig várom, hogy belelessek. De Évi, nem kellett volna ennyi mindent venni. Köszönöm, Évi, tényleg bearanyoztad a napomat, meg a hetemet, meg a szülinapomat is, azt kell, hogy mondjam, és hogy így nagyon-nagyon feldobottam most, és igazán olyan melegséget érzek a szívemben, ami mondjuk ritka. Tehát, hogy már a levéltől is, tehát, hogy én nem gondoltam volna, ahogy megnéztem Évi videóját, amikor megnéztem, gyerekek, nekem utána két napig konkrétan izomlázam volt, mert hogy azt a videót én végig mosolyogtam, de így, mert annyira örültem Évinek, ahogy örül, hogy így nem tudtam nem mosolyogni, és utána éreztem itt a mindenféle ízületemet, hogy ez, meg az izmokat, hogy ez annyira nem tett jót. Úgyhogy köszönöm, Évi, tényleg feldobtad a napomat, és tényleg most ez nagyon-nagyon jókor jött, mert így éppen pont a béka segge alatt vagyok, és egyszerűen hihetetlen vagy, imádlak.
azt a kurva. Ezt nézd, milyen szép ez a Zimmermann ruha. Gyönyörű. Sokan kérdezitek, hogy milyen esküvői ruhám lenne, hogyha esküvőm lenne. Nem tudom, de fingom sincs igazából. Ez fény így nem igazán nézelődtem ezután, de biztos vagyok benne, hogy kurva drága lenne. És valószínűleg én azért valami olyasmit vennék, amit mi nem menj azt, hogy ezt mondja, amit máskor is fel tudok venni. Aztán mindenki igazából olyan esküvői ruhát választ, amit konkrétan 10 órát hord az életében, és körülbelül ennyi. De én biztos vagyok benne, hogy hófehér ruhát vennék, tehát hogy az általában nekem nagyon, nagyon jól állnak a hófehér ruhák, meg hófehér árnyalatok. Tehát, hogy a színében szinte biztos vagyok, és biztos, hogy valamiféle színes cipővel lenne rajtam, valószínű egy manolóval, nem tudom, vagy nem biztos, hogy cipő lenne, hanem ilyen belebújós papucs akár, egy nagyon szépet már láttam, az is manoló volt, tehát hogy nem a hangízi fajtája, tehát nem a tipikus Carrie Bradshaw esküvői cipő, hanem egy másik fajtája, az is gyönyörű volt. Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy színes cipőm lenne, amit ugye máskor is fel tudok venni, és igen, tehát, hogy nem tudok többet mondani, de tegnap, hát ez nagyon durva volt, tegnap csak férfi pácienseim voltak, és azért én meg kell, hogy mondjam őszintén, szeretek férfi pácienseket kezelni, most hogy mondjam, tehát hogy nem teszek különbséget, de általában a férfiak, azokon azt vettem észre, hogy tudjuk, hogy milyenek a férfiak, tehát hogy azért ők azért aggódnak, meg sokszor van az, hogy a nők is aggódnak, de hogy azért a nők azért valahogy jobban kitartóak, meg jobban kezelik a fájdalmat, holott azért nálam nem szokott nagyon fájdalmas lenni a kezelés. Én inkább azt mondanám, hogy van, amikor kellemetlen, de én úgy vagyok vele, hogy szerintem én abba a kategóriába tartozok, aki kellemesen csinálja a szájhigiénés kezelést, tehát hogy mindenki eddig ezt mondta. Eddig senki sem mondta az egész életemben, hogy én fájdalmasan kezelnék. Vannak olyan nüanszok, meg vannak olyan esetek, amikor igazán a mélyben kell dolgoznom, és az nem kellemes, tehát hogy parodontológiai kezelések, meg ilyenek. De úgy vagyok vele, hogy hozzám sokszor azokat küldik, akik nagyon félősek, vagy tartanak a fájdalomtól, mert tudják rólam, hogy én nagyon finoman dolgozom. És ez azért is van, mert nekem volt annó egy nagyon durva tapasztalatom egy szájhigiénés kezelés által, tehát hogy én akkor megmondtam, én akkor megfogadtam, tehát hogy ez még Magyarországon, még Óváron volt egy ilyen szájhigiénés kezelésem, nem is tudom, mennyi lehettem, én 15 éves, tehát hogy alig volt fogkövel, én emlékszem, de hogy az a nő az engem egyszerűen velem az úgy bánt, hogy úgy fájt, hogy az valami hihetetlen, és akkor én megfogadtam, hogy jó, én soha büdös életben nem fogok így dolgozni, nem hogyha szájhigiénikus leszek, ha akármi más leszek. És mindig erre gondolok, mindig visszagondolok, mindig van ez a rossz élményem, és én ezért szeretek például férfiakat kezelni, mert látom rajtuk szerencsétleneken, hogy azok hogy félnek érte. Tehát, hogy ülök, behívom, meglát, érted? Hát kinek tudnék én ártani? Mosolygok, minden kedves vagyok, és egyszerűen látom rajta, hogy fél. De hogy azt élvezem ebben az egészben a legjobban, hogy látom rajtuk, hogy ahogy múlik az idő, és belemegyünk az egész kezelésbe, meg beszélgetek velük, hogy így elszáll a félelmük, és tegnap is egy olyan nap volt, hogy nagyon sok férfi páciensem volt, és nekem számomra ez mindig annyira ilyen felemelő érzés, hogy a kezelés végére annyira megbíznak benned, annyi mindent elmondanak magukról, annyira, tehát hogy egyszerűen teljesen megváltoznak, és kenyérre lehet őket kenni, gyerekek. Tehát, hogy ezt az érzést imádom, és mindegy, az esküvőre akartam kitérni, és ott volt az első páciensem, egy ilyen 35 év körüli férfi volt, és akkor ő mondta, hogy hát, hogy ez már a második alkalom, hogy eltolják az esküvőjüket a feleségével, és én mondtam, hogy ez azért borzasztó lehet, és akkor elkezdett egy csomó mindent mesélni, és akkor még így elkezdtünk viccelődni, mert természetesen azért én mindig beleviszem a viccelődést a kezelésbe, és van akinél látom, tudjátok, hogy így lehet vele viccelődni,
annál azért én bedobok egy-két ilyen poént, vagy ilyen szarkasztikus beszólást, és annyit nevettünk vele egyszerűen, és így mondtam neki, hogy nagyon köszönöm szépen. Én elmondtam magának, hogy most hogy pucolja a fogait, ő mondta, hogy tőlem most nagyon sokat tanult, nem is gondoltam volna, hogy egy órás kezelésen ennyit fog tanulni, és még szépek is lesznek a fogai, és én mondtam neki, hogy én is köszönöm szépen, hogy maga elmondta az összes tapasztalatát az esküvő szervezések kapcsolatban, mert most nekem biztos, hogy nem kell esküvő, gyerekek. Nem, köszönöm szépen. Mert azért tényleg, tehát, hogy nyilván nem mostani időszakról beszélek, hanem hogy így alapjáraton szerencsétlen, tehát, hogy elmondta, hogy a felesége megvette álmai ruháját, értitek, mert tavaly, már tavaly előtt is, mondta, hogy már kétszer eltolják az esküvőt, és kérdeztem tőle, és még tetszik a feleségének az a ruha, vagy belefér még, és akkor mondta, hogy hát szegénynek így nagyon be kell húzni a hasát, hogy beleférjen, de hát, hogy ez így hihetetlen, tehát, hogy én is sokat tanulok a pácienseimtől, meg aznap, mint mondtam, sok férfi páciensem volt tegnap, de nagyon, nagyon jól éreztem magam, úgyhogy ja, ennyit az esküvőről, tehát, hogy én nem az, hogy nem tervezek esküvőt, vagy hogy én nem szeretnék esküvőt, nem erről beszélünk, csak hogy nekem úgymond mások a prioritások, én úgy gondolnám, tehát hogy nekem esküvővel kapcsolatban azok a prioritások, hogy én mondjuk jól kinézek, és hogyha abba belegondolok, hogy mennyibe kerül majd a ruha, akkor belegondolok még abba, hogy abból a ruha árából én még milyen jó cuccokat tudnék venni magamnak, amit mondjuk lehet, hogy minden nap hordanék, vagy esetleg milyen jó helyekre el tudnék belőle utazni abból a pénzből, hát akkor így azért elmegy a kedvem tőle, de természetesen én nem vagyok a házasság ellen, tehát hogy én simán összekötném az életem a másik felemmel, ez számomra így tök oké, meg hát jó lenne azért egy kis gyémántot is ugye viselni természetesen, tehát hogy az én nem vagyok esküvő ellenes, csak úgy vagyok vele, hogy az egész ilyen szertartás, meg ceremónia, meg összeszervezni minden, tehát az azért bonyolul, de eddig én úgy hallottam meg a testvéreméktől is, hogy igazából nagyon-nagyon jó élményeik voltak, még akkor is, hogyha nem tart sokáig, de azért egy ilyen életre szóló élmény az esküvő, és mindenki együtt van, és ez nagyon megható dolog. Most elbúcsúzom, és nem tudom, hogy mennyit beszéltem, de majd megpróbálom így kicsit kivágni, hogyha látom azt, hogy nagyon-nagyon unalmas, majd hogyha vágom a videót, és mindenképpen majd valamivel még jelentkezem, nem tudom. Lehet, hogy ezt megtartom egy ilyen szülinapos videónak, hogy majd holnap fogok újra bejelentkezni a szülinapomon, ami nem lesz igazából semmi program, annyi lesz, hogy megyek a patikába tesztelni magam, és megyünk a tesztelés után, hogyha minden oké, megyünk az anyósomékhoz, és akkor én ott kapok egy szülinapi sztéket, mert ugye ezt mondtam nektek annó, hogy szeretnék egy jó sztéket enni a szülinapomkor, és ezt most megkapom nem étteremben, hanem náluk, de ők is tökéletesen tudnak csinálni, úgyhogy legalább ez összejött a kívánságomból igazából, és ennyi lesz. Meg még annyi, hogy beszélek a családommal FaceTime-on, hurrá! És megpróbálom elfelejteni azt, hogy nekem miféle elvárásaim is voltak, meg hogy milyen jó lenne, ha jó idő lenne, most is nagyon be van borulva, tehát hogy jó idő nem lesz. Próbálom elfelejteni azt, hogy születésnapom van, aztán hát majd jön a következő. Na de jó reggel, kicsit úgy nézek ki, mint a lány gyöngyfülbe valóval. Aggodalmas képet kellene vágnunk, nem egy. Csinálok egy ilyen hajkezelést, amit mindig hétvégén szoktam csinálni, és most kényeztetem magam szülinapom alkalmával egy kicsit előbb, mert amúgy vasárnap szoktam hajat mosni, és a párom elhúzott valahova, biztos vagyok benne, hogy valamiféle ilyen szuper lockdownos bolti zahertortát vásárol, vagy akármi, szerintem biztos valami meglepetés után kajtat, bár azt mondta, hogy bevásárolni megy, mondta, hogy írjam le, hogy mire van szükségünk, de biztos vagyok benne, hogy valami meglepetést is fog venni, ahogy ismerem. Oké. Okay. De szuper!